második helyezett a Jägermeisterság autó versenyző Grossinger Zsolti! A helyi passzó! A második helyezett Szerencsés Püsti! A nagymagány, aki unalkoztotta és leküzdte! A verseny győztese nem más, mint a budakeszi magány, Timis a Kovics! Tehát a dobogon az első három helyezett Grossinger Zsolti, Szerencsés Pisti és Szőlősi Tibi! Te hogyan értékeled ezt a mai versenynapot? Nagyon tetszett így első nekifutásra, tökölön nem jött össze az első futam, de most ez itt oda tettük, amit oda lehetett. Lehetett volna még előrébb is végezni, vagy elégedettek vagyunk a bírók tevékenységével, munkájával? Elégedett vagyok abszolút, Pistitől féltem is, de nem is vártam, hogy annyira, hogy tovább jussak, mert elég volt így harmadik hely is. Jogosan nyert a Tibis, vagy szerinted neked kellett volna most ezt megnyerni? Kívülről nem láttam, hogy ment Tibis. Úgy éreztem, hogy nem nagyon tudtam leszakadni tőle, viszont amikor ő ment el, akkor úgy éreztem, hogy tud távolodni. Úgyhogy szerintem oda a pont. Mit érzékezte abból, hogy a közönség óriási szeretettel fordul feléd? Nagyon örülök neki, és megteszek mindent értük, hogy látva eset tegyük ezeket a versenyeket. Tehát első hely, nem csalás, nem amitás. Mikor volt, amikor utoljára a dobogó legfelső fokán álltál? Az nem tegnap volt, testvérem. Hát driftben megmondom őszintén, most először. Milyen érzés most itt belül? Mesélj el nekünk. Hát ilyen kis bizsergést érzek. Innen indul, és egészen mindenhova kihat. Azt kell mondjam, hogy precízen, pontosan és tényleg a lehetőségekhez képest szenzációsan végigküzdötted az egész napot. Ezt mondtam Pistinek is, fejben dől el. Mit éreztél a kettőtök közötti párharcból? Hogy amikor a Pityúval mentünk, a fő problémám az volt, mikor én mentem mögötte, hogy mindig nagyon ráestem az első kanyarba. Akár mekkora távolságot hagytam, egyszerűen valahogy mindig utolértem. És hát a te szavaiddal élve nem lettem volna kuplunk az autóba. Gratulálunk tehát Szőlősi Tibisznek, a Csibésznek, a budakeszi Rémnek! Szevasztok! A street kategória minden várakozást felülmúlt, a versenyzők 100%-on teljesítettek. Ezért a bíráknak rendkívül nehéz dolgok volt. Sok visszahívás után tudtak csak dönteni. A kemény küzdelmek végeredménye a következőképpen alakult. A harmadik helyen Zentai Attila, második helyen Szili Krisztián, az első helyen pedig a rendkívül pontosan autózó Szombati Zsolt végzett. Köszönjük!